Kölcsey Ferenc miért és hogyan veszítette el látását egyik szemére? Hét mi atyánkra lett volna szükség a baleset, a tragédia elkerülésére? Milyen volt a szellemi képessége? Milyen idegen nyelveken beszélt? Egy időben kit tekintett példaképének? Az életében milyen nagy nehézségekkel, kihívásokkal találta magát szemben? Valóban magányos volt-e Kölcsey Ferenc? Miért mondott le országgyűlési képviselőségéről? Ilyen és ehhez hasonló érdekes és izgalmas kérdésekre kaphatunk választ dr. Dámné dr. Rácz Magdolna irodalomtörténész előadásából, amelyet a Magyar Kultúra Napja alkalmából Nyíregyházán a Kállai Gyűjtemény könyvtárában tartott 2023. január 20-án. Gondolom, nem fogok azzal újdonságot mondani, hogy 1989-től ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Miért is ünnepeljük 1989. január 22-e óta, éppen január 22-én? Ez teljesen nyilvánvaló. 1823. január 22-én Kölcsey Ferenc úgy döntött, hogy nem csiszolgatja tovább a Himnusz című művét, hanem ezen befejezetnek tekinti, letette a tollat, ráírta a dátumot, és hát ezt tekintjük, ugye ezt a dátumot a himnuszunk születésnapjának. Hogy mennyire csalók a dolog ez, ugye van, aki ifjabb emberek azt hiszik, hogy egy ilyen híres költő, mint ahogy Kölcsey is volt, és egy ilyen művelt ember, az leül és egy szuszra megírja a himnusz, hogy ez így van. Ezt, hogy, tehát nem úgy születik egy vers, hogy leül a költő, és én megírom a himnuszt. Ugye ez főleg a gyerekeknek lett volna érdekes. Remélem azért önöknek is. A Kölcsey család. A 18. században már említést tesznek a Kölcsey családról az Álmosdi iratokban. Állítólag a hét magyar törzs egyikéből származtak. Ez nagyon érdekes, mert volt egy másik magyar költőnk, aki ugyancsak a hét magyar törzsből származtatta magát, s mit több? Ugyanaz a magyar törzsnek az ágából, ond vezér unokájának vallotta magát, ugye ezt is a gyerekeknek tettem volna fel ezt a kérdést, hogy ki volt a másik költő, hát természetesen ugye mindjárt tudják, hogy Ady Endre volt ez a híres költőnk, és hogy írja ezt le maga Kölcsey. Büszke magyar vagyok én, keleten nőtt törzsöke fámnak, Kölcsey nemzetség, e te hűmaradéka, kit egykor Don Hullámi körül a hét magyar egyike, hős ond, lángölelés szállok gyagyanán, neje karjairól vőn. Kölcsey Ferenc édesapja. Kölcsey Péternek hívták az édesapát, aki a kor szokása szerint nagyon-nagyon hosszú ideig katonáskodott. Amikor befejezte katonai pályafutását, akkor az Álmosban élő Kölcsey Sámuel, akit a család egyik nagy öregjének tartottak, hívta őt, hogy menjen és vegye át a gazdaságot, illetve segítsen neki a gazdaság irányításában, illetve Kölcsey Péter jogtudós is volt, tehát hogy kapcsolódjon be a megye életébe. De hát ekkor már Kölcsey Péter 39 éves volt, és Kölcsey Sámuel szerette volna, ha a család nem hal ki. Ezért aztán kinézett neki egy nagyon művelt, nagyon kedves árva leányt, akit a nagymamája nevelt Sződemeteren, ő volt Bölönyi Ágnes, ami költünk édesanyja. Hát a házasság jól is sikerült, igen hamar jött is a gyermekáldás, az édesanyja viszont, mivel Álmosra költöztek, hát az első gyermek születése előtt fél, tehát ezt ugye tudjuk, még lehet a második előtt is félünk egy kicsit, tehát úgy döntött, hogy ő szeretne a nagymamájához hazamenni Sződemeterre, és ott megszülni az első gyermekét. És ebben nagyon kedves és szerető férje volt, és megengedte neki, hazavitte őt Sződemeterre, és miután már annyira megerősödött a fiatalasszony és az elsőszülött Ferenc, akkor hazavitte Álmosdra, hát egy akkor szokásos falusi kúriával, ami később már a 19. században már akár egy tehetős parasztcsaládnak is a lakhelyen lehetett volna. Egy vályófalú épület, ma is Álmosdon Kölcsey szülőháza látogatható, felújították és látogatható. No, ebbe a családi házba azért még érkeztek gyerekek, egy Mária nevű kislány, aki sajnos nagyon korán meghalt, és még érkezett három fiú, Sámuel, Péter és Ádám. No hát, nagy
nagyon-nagyon jó helyre születtek ezek a gyerekek. Az apa nagyon művelt volt, az édesanyja is, hatalmas könyvtárok volt, és bizony, hogy ugye ezt a gyerekek itt lennének, lehet, hogy csodálkozva hallgatnák, 6 éves korára Kölcsey Ferenc nem csak ugye tökéletesen tudta az anyanyelvét, hanem folyékonyan beszélt franciául, illetve latinul. Tehát már ott szívta a gyermek magával az okosságot, a tudományokat, és hát ugye volt erre igény és lehetőség abban az időben a nemesi származású gyerekek részére. Na hát, és akkor itt jön megint az a kis mese, amit köré kerekítettek annak, hogy ugye Kölcsey félszemű volt. Hát történt az akkoriban nem csak ő vele, hanem nagyon sok más gyermekkel is, hogy a variola nevű himlő megtámadta a szervezetét. Nagyon sokan nem érték túl. A család mindent megtett, hogy meg ne halljon a gyermek, hát természetesen igénybe vették a falusi néninek a tanácsait is, hiszen azért orvoshoz még ők sem mindig jutottak el. És természetesen mit tanácsoltak, és egyébként ma is ezt tanácsolják az orvosok, meleg kell a himlőnek, hogy kifakadjon. Hát hol lesz meleg egy házban, ha nem a fűtőtest közelében? Kenyérsütés után a kemencét ugye a szivonóval szépen kikaparták, nem figyeltek elég gondosan, és mikor már hűlni kezdett a kemence, de még arra elég meleg volt, hogy a gyermeket beletegyék, a 3 éves gyermeket beletették, és valószínű gondatlanság történhetett, mert egy szikra, vagy esetleg egy forró hamu, hát vagy ezt nem tudják, a szemébe pattant, és a gyermek megvakult fél szemére. De mit mond az álmosdi nép itt, hogy azért a néprajzos is kibújjon belőlem? Azt mondták, hogy hát bizony Bölömi Ágnes nem jól csinálta ezt a dolgot, mert csak 6 miatyánkot mondott el, de 7 kellett volna ahhoz, hogy a gyermeket ne érje semmi, és minden maradandó sérülés nélkül meggyógyuljon. Hát szegényre ráfogta a falu, hogy bizony itt az anya is hibás volt, mert az, aki a kemencét gondatlanul szivonozta ki. És hogy hogyan élte meg ezt maga Kölcsey, Kállai Ferenc a barátja így ír róla. Az irigybetegség meghozta egyik szemétől, s kedves vonású arculatát is megcsorbítá. De mit mond a Kölcsey? Tehát nyilván, ha valakinek valamilyen fogyatékossága van, elnézést kérek, hogy beleveszem, hogy most fáj a térdem, az bizony engem is rettenetesen zavar. Hát még egy fiatalember, aki ugye udvarolna, meg hát egyáltalán kezdeni az életét is, és egy ilyen tragédia éri, bizony nem értékelte túl saját magát, mármint kinézetre. Az én belsőm tűzzel teljes, de külső, ezen nyomorult alkotmányú test mindenre alkalmatlan. Szerfelett puha vagyok, és ezen rövidlátású szem, ezen többnyire zúgó fej azt teszik, hogy félve lépjek minden társaságba, hol nagyon ismeretes emberekre nem találhatok, írja 1814 áprilisában Kazinczy Ferencnek. Tehát nem értékelte túl sokra magát, és éppen ezért az ismeretlenek társaságában félénk volt. Nem tudom, mennyire emlékeznek tanulmányaiból, ezt erőszeretettel csemegészték az irodalom történészek, meg a művészet történészek az ábrázolások alapján. Melyik szeme? Melyik szeme? Hát ezzel ment a vita egy darabig, meg is kérdezték tőlem ugye a tévériportban is. Hát ugye hallottam egy nagyon kedves irodalomtörténész úrtól, hogy a bal szeme volt a jobb. De hát a jobb szemére vakult meg, és azok az ábrázolások a hitelesek, amelyik ugye a jobb szemét ábrázolják. Hogy ezt ne csak az irodalomtörténet, illetve a művészettörténet igazolja, az antropológia is igazolta, ugyanis voltak exhumálás volt, amikor áthelyezték ugye a Kölcseyt a jelenlegi sírjába, és ott az antropológus egyértelműen igazolta, hogy valóban a jobb szeme sérült. És ezt, hogy hol lehet olvasni, erről lehet olvasni a 100 falu kötetben, a szakmácseke csekére vonatkozó részben. Hát nem volt elég szegény gyereknek, hogy fél szeme oda lett,
hanem nagyon korán, 6 éves korában elveszítette az édesapját, az édesapja szívinfarktust kapott, és 1796-ban meghalt. Méghozzá augusztus 9-én, Kölcsey meg augusztus 8-án született, úgyhogy a gyerek születésnapja után egy nappal életét vesztette, és ez többszörös tragédia volt, nem csak a gyermeknek, az egész családnak, hiszen akkor még lehet, hogy nem is tudtak róla, de az édesanyja várandós volt. És a legkisebb gyerek már az apja halála után született, a következő év áprilisában. Tehát ő meg aztán valóban félárának született. Ekkor a korszokás szerint iskolába adták a gyermeket, aki nagyon okos volt, és mint mondtam, nagyon művelt is volt már akkorra, egy 6 éveshez képest természetesen. A Debreceni Református Kollégiumba kezdte meg tanulmányait, később az öccse is ott tanultak. Szeretett tanulni, a nyelveket is nagyon szeretett, tehát nem csak az irodalmat, a művészeteket, és még a filozófiát is szerette, hanem itt aztán megtanult görögül, és megtanult még a francia, a latin és a magyar mellé, még németül is. Már ekkor látszott, hogy az irodalom érdekelni fogja. 1805-ben részt vett Csokonai temetésén, és itt találkozott Kazinczy Ferenccel, akihez majd 3 év múlva küldözgetni kezdi a verseit, illetve levelezni kezdenek Kazinczy Ferenccel. Hát a szinte egyenes út vezetett, hiszen az édesapja is jogász volt, hogy ő is a jog felé menjen, úgyhogy 3 évig Pesten joggyakornok volt, miután a református kollégiumot elvégezte, és itt egy életre szóló barátságot kötött Szemere Pállal, és nagyon-nagyon jó barátok lettek, illetve élete végéig levelezésben, illetve személyes kapcsolatban álltak. De hát a tragédiák nem maradtak abban. Meghalt Kölcsey Sámuel, aki az édesapa nagybátyja volt, illetve sajnos az édesanyjuk is meghalt, amikor a gyermek Kölcsey 12 éves volt. A joggyakornokság után megint csak azt mondom, egyenes út vezet haza Álmosdra, hiszen ő a legidősebb fiú, és ekkor már olyan korba ért, amikor a gazdaság vezetését már egy ilyen fiatal emberre rá lehetett bízni. Tehát nem temetve el irodalmi és egyéb ambícióit, gazdálkodni kezdett. Következőt írt a Kállai Ferencnek 1813-ban, miután átvette a gazdaságot, egy év múlva írta ezt. Tékánban könyv helyett már most nyerekszerszám áll. Mivel tetni ugaraimat, lovaim és ökreimről gondoskodni, s küzdeni ezen emberekkel, kik tóparton s szalmafedél alatt laknak, ezt kell csinálnom. Nem szabad rajtam nevetned, mert én mindezeket gazdai komolysággal csinálom. És valóban úgy is csinálta. Azt hinnénk, hogy ugye ott vagyunk a 19. század elején, Álmos, hát az most is azért eléggé kicsi község, hogy volt bizony, hát ez a Kölcsey biztos halálra unta magát, és egyebet nem csinált, mint a gazdaságot, vagy esetleg beletemetkezett a könyveibe. Nem, hát szórakozott is. És amiről nagyon ritkán esik szó, még udvarolt is. Na, irodalom történészet csemege, az irodalom történészek ezeket nagyon szeretik, na, kinek udvarolt Kölcsey, és megoszlottak a vélemények. Egyesek azt mondták, hogy biztosan egy nevelőnőbe volt szerelmes, hát igen ám, de az jóval idősebb volt nála. Nem is ez a fontos, hanem kinek volt a nevelőnője? Pécsi Karolinának, és a Pécsi Karolina nem volt más, mint az Álmosdon élő Pécsi Imre volt Alispán, illetve a Debreceni Kollégium főgondnoka, akinek a kislányát már kollégista kora óta ismerte, és nagy valószínűséggel ő iránt a táblát, gondolom be nem teljesült, hiszen nem tudunk róla, hogy megnősült volna, vagy komoly kapcsolata lett volna vele, de akkor mondjuk így plátói szerelme. A következőket írja 1914 nyarán. Tavaly még egészen más érzelmekkel voltam, és csodálni fogod az emberi szívet, mely oly ellenkező indulatokat elfogadni alkalmas, hát ezt szintén Károly Ferencnek írta, akivel nagyon jó barátságban volt. Sőt, hogy mennyire haladt ő a korral, és mennyire szeretett volna világot látni, ezt is levelezéséből tudja az irodalomtörténet.
már emlegetett Károly Ferencnek azt írta, hogy szeretne, tervezgették is, hogy szeretnének Svájcba, illetve Németországba utazni, és Németországban nem másért, mint hogy találkozzanak német írókkal, és felvegyék vele a kapcsolatot. Tehát ez nem lett volna nehéz, hiszen folyékonyan beszélt németül. És nem kellett volna hozzá csak egy kis pénzecske, meg szabad idő. De hát ez nem volt, hiszen gondoskodnia kellett a testvéreiről is, a testvérei neveltetéséről. A verseiről annyit tudunk, hogy korán kezdett verselni, ugye mondtam, hogy Csokonai temetésén is ott volt, tehát nyilván tökéletesen ismerte Csokonai munkásságát is. Mint minden kezdő költő, valakinek a stílusában, író költő, valakinek a stílusában kezdő, aki a Krúdi előadásaiban részt szokott venni, mindig mondom, hogy nagyon nagy élvezettel olvasom Krúdinak azon írásait, amelyek Mikszát írásaihoz hasonlítanak. Na hát Kölcsey is valakit mesterének kellett, hogy tekintsen, úgy tűnik, hogy Csokonai Vitéz Mihály tekintette akkor még példaképének, és nagyon sok verset írt állítólag Csokonai modorában. Csak hogy az irodalmi történészek ezt nem találják, és nem csoda, hogy nem találják, mert 1813-ban az összes ilyen versét valami miatt, nem tudjuk pontosan miért, talán a levelezéseket, aki Bogarásza egyszer rátalál, megsemmisítette. Viszont a tovább is írt verseket, és ezt elolvasta ez a bizonyos Kállai Ferenc. Olyan volt őneki Kállai Ferenc, mint Berzsenyi Dánielnek, nem vizsgáztatni akarom a közönséget, mint Berzsenyi Dánielnek is János. Tehát ösztönözte arra, hogy lépjen már a nagy közönség elő, de most már akkor tény elé a saját verseivel, és ez meg is történt, végre rászánta magát, és 1814-ben a Magyar Dámák kalendáriumában megjelent a Róza című verse. Aztán még tovább biztatgatták, és még ezen kívül 29 versről tudunk, hogy ez biztos Álmoston írtana, ebből 4 jelent meg valamilyen lapban. Gondolkodott rajta, hogy verses kötetet állít össze, de ez majd nagyon későn, 40 éves kora után történt meg. Viszont arról vannak feljegyzések, hogy itt az Álmosti házban, a lovak és az egyebek istápolása között és a gazdálkodás között, görög tudását felhasználva, neki kezdett az Iliász fordításának, mert miért ne tette volna, de volt önkritikája, és azt mondta, hogy ez neki még nehéz, és abba hagyta. Sajnos nem tudott Álmoston, vagy nekünk nem sajnos, bocsánat, nekünk nem sajnos, hogy nem tudott Álmoston végleg letelepedni. Az történt, hogy a család másik nagy öregje, az édesapja testvére, Kölcsey István, aki csekén élt, ő is meghalt, és ő is örökös nélkül halt meg, mint ahogy a Sámuel nagybácsi is. És ezért a 4 fiú volt, a 4 fiúnak volt választása, 2 maradt itt, 2 Álmoston és vezeti tovább a gazdaságot, 2 pedig legyen olyan kedves, és vegye át csekét. Ádám és Ferenc csekét választották. 14-ben kezdtek el költözködni, de már 15. január elejéről az irodalmi történészek találnak leveleket, hogy addigra már meg is történt ez az átköltözés. Na hát itt aztán a gazdálkodás mellett volt azért ideje még jobban az irodalomra, de ezt is gondolom kevesen tudják, csak az irodalom világ mélyebben érdeklődők tudják, hogy ő nem a versekkel, hanem ő például a kritikával indított. És bizony-bizony nagyon-nagyon kemény kritikus volt ő Kelme, mert írt Kis Jánosról, akit említettem, hogy ugye Berzsenyit ő ösztönözte, írt Csokonai Vitéz Mihályról is kritikát, és írt Berzsenyiről is. És az irodalomtörténészek egybehangzóan állítják, hogy bizony ezek nagyon kemény, és talán igazságtalan kritikák is voltak. És hogy nem csak ők állítják, hanem Kölcseynek volt önkritikája. Ő maga is belátta, hogy hát bizony, ezt nem kellett volna, és Berzsenyivel próbált volna békülni, de szegény Berzsenyi annyira megsértődött, hogy visszavonultan élt, és hát jóvádételként talán a temetésén Kölcsey elnézést kért, és visszamondta, hogy hát nagyon igazságtalan kritikát fogalmazott meg, és azt írja itt a forrás, amiből készültem, hogy ezt az önvádat férfiasan ki is mondta, tehát vádolta magát, hogy ez nem kell, mégsem kellett volna.
De megint nem csak költőként ismerték, hanem vitatkozó kritikusként, tehát meg filozófusként is ismerték, mert ő filozófiailag állítólag Kazincinak az egyik filozófiailag legképzettebb munkatársa lett. Szemere párt említettem már, hiszen mikor Kazincit megtámadták, akkor bizony Kölcsey és Szemere igen a mondolakra egész kemény választ írt, és ezzel nagyon-nagyon sok ellenséget is szerzett állítólag magának. Hát az élet azért nem kegyes hozzá, megint csak nem kegyes hozzá, 1827-ben meghal az öccse. És akkor most már nem csak a gazdaság marad rá, miközben számos más teendője is van, hanem egy gyermek nevelése és ugye a Kármánka nevelése, mindenki ismeri a nevét, hiszen hozzáírta az intelmeit, a Paranézist, ugye, ezt szinte mindenki tudja. Mindenki azt hiszi, hogy nagyon magányos volt Szatmárcsekén, de hát hogy lehet az magányos, aki előbb aljegyzőként vagy főjegyzőként dolgozik, meg később megválasztják a országgyűlési követté. Tehát nyilván nem lehet rá magányosnak lenni. Gondolom, hogy voltak olyan órái, amikor szívesen visszavonult és a költészettel, meg esetleg fordítással vagy kritikákkal is foglalkozott, de hát most már bekapcsolódott a közéletbe, tehát azért aki jártas ezekben az ügyekben, gondol, biztosan tudja, hogy azért az nem olyan sok magányra ad időt az ilyen közfeladat. Nem is adott, hiszen az országgyűlésnek is képviselni kellett azokat, akik őt ezzel megbízták, és hát ugye tudjuk, hogy ő a liberálisok fele húzott, tehát sokáig az országgyűlésben ő képviselte a baloldalnak a baloldalt legvehemensebben, gyönyörű beszédeket írt, azokat ma is tanítani kellene, hogy a diákok tanuljanak belőle, hogy hogyan kell egy hathatós tépbeszédet megírni, ami még ráadásul, vagy elmondani, ami még ráadásul élvezetes is. Az országgyűlési naplóját szokták emlegetni, mint ami a politikai nézeteit leghívebben összefoglalja. Na de hát, hogy itt se legyen olyan egyenes az út, 1825-ben kiadták az országgyűlési képviselőknek a Szatmár megyei rendek, hogy tessék az örökváltság ellen szavazni, amit ő mindig szeretett volna, hiszen még van olyan verse is, amiben azt írja, hogy az igazi nemzeti poézisnek az alapjai, azt a népköltészetben kell keresni. Tehát azért ő Szatmárcseke sem egy világváros volt, de a gazdálkodó az nyilván találkozott az ott élő emberekkel, és hát szerette volna, hogyha egy kicsit jobb soruk van ezeknek a jobbágyoknak. Hát mivel megparancsolták nekik, hogy mire szavazzanak, köszönte szépen, és azt mondta, hogy akkor búcsúzok az országos rendektől, beadom a felmondásomat, illetve lemondott. Hogy mennyire szerették és tisztelték őt a politikus társai is, azt több bizonyíték is van rá, nyilván a kedves közönségből nagyon sokan tudják, Kossuth lapja, az országgyűlési tudósítások aznap gyászkeretben jelent meg, az ifjúság, aki elment a pozsonyi diétára, gyászruhába ment, és mikor Kölcsey távozott Pozsonyból, kikísérték Pozsony határait, és gyászzenével búcsúztatták. Úgyhogy nagyon sokat vesztett akkor vele az országos politika, de hát állítólag a szatmáriak meg sokat nyertek, mert azért nem hagyta abba a politizálást, és állítólag az ő hatására, sőt valószínűleg, ha ezt mondja az irodalomtörténet, a liberális demokrata párt ekkor elősödött meg Szatmárcsekén. De ekkora már az egész ország ismeri a nevét, és nem elsősorban, mint költőt, hanem esztétát és kritikust. Mindenki tudta, olvasta gondolom a verseit, akit érdekel, de más vonalon is ismerték őt. A stílus. Ugye az irodalomtörténészek nagyon szeretik besorolni valamilyen stílushoz az írókat, költőket, hát van, akit többhöz is be lehet. Az olvasmányaim alapján ugye ő a szentimentalizmussal kezdte Kazinczy hatására. Aztán megismerkedett Kisvaludy Károlyékkal, illetve elolvasta a Csongor és Tűnét. És olyan hatással volt rá, hogy egyértelműen ő is a romantika felé fordult, és azt mondta a nagy kritikus, aki mindenkit megkritizált, hogy Vörös Marti Csongor és Tündéje remek mű. Ez tőle a legnagyobb elismerés volt, amit mondhatott. És hogy mennyire nem csak hazai dolgokban gondolkodott, és általában humoros ember is volt,
Molière-t olvasott, Victor Hugo-ról írt kritikát, de ismerte Walter Scottot. Tehát széles látókörű, nagyon művelt ember volt, és nem csak ebben, hanem még a jogtudományban is olyan pereket mert elvállalni védőügyvédként, mint például ugye a Veselényi féle nagy pör. Állítólag zseniális, a jogászok biztosan jobban tudják, mint mi, mert gondolom olyan nyelven íródott, amit ha a kezembe kapnék, biztos felét sem érteni meg, hogy miről szól, de állítólag zseniális védőbeszédeket írt, mint ahogy az országgyűlési felszólalásai is nagyon csodálatosak voltak, de hiába érvelt, hiába próbálkozott, a hatalom eldöntötte, Veselényt el kell ítélni. De ő úgy volt vele, hogy a végsőkig harcolni fog Veselényért. Nem érhette meg a főtárgyalást, mert milyen a véletlen, jött hazafele Kölcséről Szatmárcsekére, zivatarba került, megfázott, tüdőgyulladást kapott, és az a tüdőgyulladás egy hét alatt véget vetett a pályafutásának. Egy nagyon értékes, máig is tényleg, ha az ember elolvassa verseit, pedig már 200 év, tehát már elavultnak kéne lenni, de mindig talál benne az ember valamit, ami megérinti a szívét, a tudatát. Tehát Kölcseit olvasni érdemes, egy nagyon-nagyon értékes embert veszítettek el, nagyon korán az akkori magyarok. És hogy ő mit írt? Hogyan búcsúznék én most az ő szavaival önöktől? Hazámat, nemzetemet mindig lángolva szerettem. Magyar lenni büszkeségem volt, lesz örökre. Még akkor is, midőn a nemzet ellen, kínosan panaszkodom. Köszönöm szépen a figyelmet!